Reggel óta tart az előrehozott választás Franciaországban. A referendumra alig 3 hete volt felkészülni a hatóságoknak, miután Emmanuel Macron francia elnök feloszlatta a nemzetgyűlést azt követően, hogy pártja óriási vereséget szenvedett az európai parlamenti választásokon. Az előrejelzések szerint most is a jobboldali nemzeti tömörülés kapja majd a legtöbb szavazatot a választás első fordulóján, a második fordulót 1 hét múlva tartják majd. Néhány perccel a reggel 8 órás nyitás után már is sor torlódott fel több párizsi szavazóhelyiségben is vasárnap. Az előrehozott parlamenti választások első fordulójára egész Franciaországban mintegy 49 millió embert várnak a hatóságok. Az előrejelzések alapján magas részvételre számítanak az elemzők, eszerint akár a francia választók 70%-a is leadhatja a voksát. Az pedig már most biztos, hogy rekordszámú, mintegy 2 millió ember regisztrált előzetesen az úgynevezett megbízott általi szavazásra. Ilyen esetben a választó helyett egy ismerőse járulhat az urnához a voksolás napján. Több városban a rendőrségnek külön buszokat kellett kiállítania, hogy mindenkit időben fel tudjanak venni a megbízotti listára. Átnéztem az egész címjegyzékemet, és az utolsó pillanatban sikerült találnom egy barátot, aki el tud menni helyettem. Ma reggel felébresztettem, hogy regisztráljunk, szóval még az utolsó pillanatban is el lehetett intézni, mondta egy nő, aki csupán szombaton kért megbízotti szavazást. Párizs 18. kerületében például a választók 10%-a nevezett ki maga helyett megbízottat, hogy mindenképpen véleményt mondjon a vasárnapi voksoláson. A kerületben összesen 112 ezeren jogosultak a szavazásra, ami az egyik legmagasabb létszám a francia fővárosban. A vasárnapi választás előkészítése így különösen nagy feladat volt a helyi hatóságoknak, ugyanis csak 3 hetük volt az előkészületekre. Ez hatalmas szervezést igényel, ahogy ebben a teremben láthatják, a szavazóurnákat és a választási anyagokat időben előkészítették. Szerencsére a szükséges eszközök egy része a korábbi voksolás után az iskolákban maradt, ahol a szavazóhelyiségek vannak. Magyarázta a kerületi városháza szolgálati igazgatója. Emmanuel Macron elnök azután írt ki előrehozott választást, hogy pártja rosszul szerepelt a június 9-i európai parlamenti választáson. Az ellenzéki nemzeti tömörülés ugyanis a voksok harmadát besöpörte, és csak nem 20%-kal utasította maga mögé a francia államfő pártját. Az emberek úgy érzik, hogy elhanyagolták őket, egyedül Le Pen és a nemzeti tömörülés állítja, hogy kiáll értünk, vélekedett egy francia férfi. Az előzetes felmérések szerint a jobboldali párt a voksok 36%-ára számíthat vasárnap. Már reggel az elsők között leadta voksát Jordan Bardella, aki 1,5 éve vette át Marine Le Pentől a nemzeti tömörülés vezetését. A 28 éves politikus kampánya során a migráció visszaszorítását és a költségvetési egyensúly megteremtését ígérte. Emellett kijelentette, egyik első intézkedéseként negyedére csökkenteni az energia és az üzemanyagok áfáját. Ezeket az ígéreteket azonban a jelenlegi kormányfő gazdaságilag megalapozatlannak tartja.